Az internet rohamosan hálózza be a világot. Ott van a lakásainkban és a zsebünkben. Mindenhol. Rengeteg mindent intézhetünk már el interneten, viszont vigyáznunk kell, hiszen a veszélyfaktor is egyre nagyobb, mert lopni már egy ideje online is lehet. Majdnem beleestem ebbe a csapdába. Antal Hajnal vállalkozó majdnem áldozata lett egy úgynevezett phishing kampánynak. Phishing kampány. Az eljárás, amikor egy internetes csaló oldal egy jól ismert cég hivatalos oldalának láttatja magát és megpróbál bizonyos személyes adatokat, például azonosítót, jelszót, bankkártyaszámot illetéktelenül megszerezni és ezáltal hasznot húzni. Hajnal esetében egy továbbfejlesztett, úgynevezett spear phishing történt. Spear phishing. Ebben az esetben a támadás már személyre szabott, az elkövetők több pontos információval rendelkeznek, így a támadás konkrétan csak annak a személynek, cégnek szól. Kaptam egy e-mailt, hogy hosszabbítsuk meg a tárhelyünket, mert bizonyos napokon belül lejár a szerződésünk. És hirtelen nem realizáltam azt, hogy én azelőtt egy pár hónappal meghosszabbítottam tulajdonképpen a szerver szerződést, illetve a hosting szerződést, de akkor per pillanat annyira megzavart az az e-mail, hogy hamar siessek és fizessem ki. Megadtam a kártyaadatainkat, beírtam az összeget, amit éppen kellett volna, hogy fizetni, de nem kaptam meg a banktól a visszaigazolási üzenetet. És akkor hamar nagy izgalmamba szóltam a férjemnek, hogy ha nekem nem sikerült, akkor próbáljam meg ő az ő bankkártyájáról, és ő is megpróbálta úgymond kifizetni, és ő meg is kapta a visszaigazoló üzenetet a banktól. Én úgy emlékeztem, hogy az összeg 10-szeresét szerették volna levenni, de tulajdonképpen ezt 100-szorosát szerették volna levenni, és a férjem észrevette, hogy az üzenet végén volt egy bitcoin alapú utaló hivatkozás, amit én, hogyha megnézek például, mivel azelőtt nem találkoztam vele, valószínű, hogy nem veszem észre, vagy nem realizálom, hogy tulajdonképpen ez mit jelent, és akkor ő hamar leállította úgymond a tranzakciót, illetve nem írta be a konfirmáló kódot. Rá egy pár órára kaptam az értesítőt arról, hogy feltörték a szerverüket, és ilyen phishing módon próbálnak bizonyos ügyfeleknek küldeni ilyen üzeneteket. Szerencsénk volt azzal, hogy nem konfirmáltuk ezt az egész tranzakciót, és nem tudták úgymond levenni a kártyánkról azt az összeget, amit éppen le akartak. A jelen pillanatban nincsen egy olyan kritérium, ami alapján egész biztosan meg lehetne mondani egy e-mailről, hogy ez most tényleg phishing vagy nem. De több dolog van, amit vörös zászlós jeleknek szoktak nevezni. A legnyilvánvalóbb az, hogyha egy olyan e-mail címről kapunk e-mailt, amivel általában nem szoktunk találkozni, illetve hogyha kapsz egy ilyen e-mailt, és a feladójáról nem tud eldönteni, hogy az illető vajon tényleg küldötte neked e-mailt, akkor próbálj meg, mit tudom én, Messengeren, WhatsAppon valahogy rákérdezni, hogy ezt tényleg te küldted-e. Tehát itt mindenként a feladó az első gyanús jel. Ez főleg azért van, mert nagyon könnyen ki lehet adni más valakinek magát az ember. De nagyon sok olyan támadás van, ahol azt mondják, hogy itt van a számla csatolva, de a csatolt állománynak a kiterjesztése ISO, vagy HeatZip, vagy valami más csomagolt formátum, ami után egy kártékony valamilyen vírus, vagy trojai faló program, vagy ki tudja mi, megfertőzheti a számítógépünket, hogyha ezt kinyitjuk. Nagyon veszélyes tud lenni, még akkor is, hogyha mi magunk észbe kapunk utólag, és nem adjuk meg ennek a bankkártya adatainkat, meg semmi ilyesmi, de utána mondjuk letörjük az e-mailt, úgy gondoljuk, hogy ezzel meg van oldva, de előfordulhat, hogy a csatolmány megnyitása után akaratlanul feltelepítettünk mondjuk egy keylogger programot, egy olyan programot, ami minden billentyű lenyomásunkat regisztrálja, és akkor előbb-utóbb valahova be fogjuk írni a bankkártya adatainkat, és akkor sajnos megszerzik ezt az illetéktelen személyek. A phishing támadások nagy részénél viszonylag könnyű rájönni, hogyha egy picit utána gondolunk, és az előbb említettek alapján megpróbáljuk elemezni, hogy ez egyáltalán lehetséges-e. Ez a phishing, ez bünteti, a román büntetőjogi törvénykönyv.
csak nehéz visszakövetni. Tehát általában a hackerek olyan oldalokról lépnek fel, nagyon nehéz visszakövetni az IP címet, és legtöbb esetben nem tudja bebizonyítani azt, hogy ki igazából ki próbált levenni valamennyi pénzt a számládról. De én azt ajánlom mindenkinek, hogy mindenképp tegye be azt, hogy SMS-be kelljen visszaigazolni az összeget, és mindenképp olvassa, hogy milyen összegre van szó, és kinek megy. Ugye ebben a konkrét helyzetben is az volt, hogy rájöttek, hogy 10-szerese volt az összegnek. Már ez egy kicsit cseles, ugye, mert hogy 10-szerese az összegnek, akkor ránézel, a számok azok hasonlítanak, lehet azt gondolod, hogy ugyanaz. Na, de oda kell figyelni, mert nehezen kerül utána vissza a pénz. Az oldalt nem minden esetben tud felelősségre vonni. Vannak azok az esetek, mikor igenis az ő hibájuk, mert nem megfelelő a rendszerük, a biztonsági rendszerük, de van az eset, mikor igenis nekik megvolt, és nem fognak ezért felelni.